A legkiválóbb testtel rendelkezni. Sok férfi álma. Van ennek viszont egy sötét oldala is, amiről nem beszélnek. A siker, a díjak mellett mi a kokszolás igazi ára, mely tönkretehet, vagy akár az életedbe is kerülhet. És ott álltam fent a színpad felső fokán, se éreztem azt, hogy itt vagyok most, és tök jó minden. Büszke vagyok rá, hanem nem igazán éreztem magaménak azt az egészet. Sokszor ijesztő visszagondolni dolgokra, itt nem hoznék fel semmit se példának. Okoznak olyan pszichés dolgokat, amivel az ember nagyon ösztönösen tud cselekedni, szinte átott csinál magából, ezáltal nem gondolkodik. És tesz olyan dolgot, amelyekkel másokat megbánt, kihasznál. Ki használt ilyen szert és úgy állt fel olyan színpadra, ahol naturálok voltak, azzal becsapott mindenkit, saját magát is, csalt is, és a szememben egy nem sportó, hanem egy ember igazából, mert ilyet nem csinál egy normális ember. Azáltal, hogy a fizikuma javul, mentális pszichikai egészsége szerintem annál jobban csökken, vagy éppen két injekcióval se fejlődtem, vagy megállt a fejlődés, hú, semmi, stagnálok már, de már tele van az ember melyik hatásokkal, nem is érzés, akkor bead mondjuk még kettőt. Volt több olyan példa is, hogy volt, aki ezt azért nem lehet oda hozzám jönni, köszönni, vagy fényképezkedni, vagy csak megszólítani, mert megijedt tőlem, hogy félt a külsőmtől. Egy csomóan azért kezdnek mondjuk edzeni, mert éppen, hogy csajozni akarnak, meg jó szexelni akarnak. Jó testük lesz, majd oda kerülnek, aztán pedig nem tudják használni a jó testüket. Akkor mi értelme volt? Hát ez az, mi értelme volt? Ezt mindenki kérdezem magától, aki már járt így, mi értelme volt ezt csinálni. Itt nem akarok már senki csak kémiával fertőzni, nem akarok kémiával más, hogy most ember egészségesen ilyen kémiával 90 évig. És sajnos ez az úton, mert ezt csinálja mindenki már kint Amerikában is, hanténcsi klinikák vannak. Elmész 50 évesen, szar ez meg az. Jó, kapsz ilyen gyógyszert, olyan gyógyszert, de megint egy gyógyszeres dolog érted is, nem egy teljeses dolog, hogy az ember visszamenne a természetébe is. Onnan oldaná meg ezt, mert szerintem meg lehet oldani. Efelé vannak, hogy lehet ez kokszó, lehet ezt csinálni, csak egészségesen. Hát most mi az egészséges? Az, hogy most használsz 6 fajta gyógyszert, és akkor vagy 130 kiló egészségesen? Ja. Nem tudom. Szerinted? Hát én, nekem nem ez az elképzelésem az egészségről. Hát nekem se. Sose volt igazából ez az elképzelésem, mert belementem tudat nélkül az egészbe, aztán lett belőle egy ilyen dolog. Te mennyi ideje edzettél akkor, amikor először... Hát, de vagyis elég hamar nyúltam ez, hamar mentem könnyebb útra. De úgy emlékszem, egy másfél év után, egy év után nyúltam egy bőszemes dologhoz, aztán pedig így a körzetemben akkor ez volt, nem volt semmi azt jönös mi, hogy merre láttam, idősebbek az emberek, és akkor ezt meg ezt szedik. Én meg elcsávultam neki egyből. És már közben is érezted, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb út, vagy csak úgy mostanában? Mostanában. Ez elmúlt 3-4 évben. Ja, 19-től kb. Folyamat volt, hogy erre ráébredtél, vagy volt valamilyen konkrét pont, vagy esemény? A személyiségemnek a nem kifejlődése, hogy ez visszatartotta attól, hogy fejlődjön természetes úton, érted? Most kezdesz használni egy hormont 20 évesen, 18 évesen, a saját személyiségét sem alakult még, meg a saját hormonáztartásod sem. Hogyha ez befolyásol egy olyan dologgal, ami hormonálisan bezavar, akkor személyiséged sem lesz olyan, mint amilyennek kellene lennie természetesen, érted? Hát ha még ráteszel arra, hogy te még használsz tesztoszteront, ami mondjuk megerősít téged olyan dolgokban, aminek alapból nem nagyon magas, így meg így megépítesz magadra egy külsőt, amit azt jelenti attól, hogy mondjuk férfi, közben meg lófasztasz belülről az egész belülről, hogyha nem vagy magabiztos, nem vagy céltudatos, eltökélt, kitartó semmi, akkor nem ezt fogja azt okozni, de ez meg azt okozza, és azt látszatja az emberek, hogy te az vagy, és te az a mögé bújsz, mondjuk lehet, hogy én is a mögé bújtam, csak ezt nem láttam, de vannak bennem ilyen felismerések. Csak ez az kell, hogy leromboljam ezt a külsőt, idézőjelbe, ezt a nem természetes külsőt, és jobban érezem azt, hogy belül van a lelkemben, mert a lelkemben belül ez a külső, ez nincs bent. Nincs úgy meg, ezért nem is tudok szerintem rá büszke lenni, hogy én ezt könnyű úton értem el, ha könnyű utat nevezik annak, hogy most használtam kémiát, akkor azzal, és ezért nem mindenki mondja, hogy ez tök jó, hogy elértem egy csomó mindent, meg büszke lehetsz rá, meg ezért nekem ezek úgy nem nagy dolgok, mert pont ezért is éreztem, az nem természetes volt, hanem ez egy olyan dolog, amit valami hatására értem el. Én értem el, mert én tettem le azt, amit meg kellett, én edzettem meg a kaját. Na, sziasztok, Bólyi Balázs vagyok. Azért vagyok itt most, mert egy olyan dolgban szeretnék nektek egy más nézetet átadni, ami sokatok számára már ismert, de sokatok számára kevésbé felvállalt téma. Teljesítményfokozatnak a használata és azoknak a mellékhatása, nevezzük úgy, minden téren. Nem csak egészségi téren, hanem mentális és egészségügyi téren is. Ez milyen kockázatokkal jár, és milyen felelősségekkel jár. És szeretném nektek most ezt a saját példámon keresztül átadni, elmesélni. Ha tehetek, akkor ne választhatok a könnyebb utat, mert az nem kifizetődő. És köszönöm szépen a meghívást erre a nem egyszerű témára, mert ezt nem egyszerűen vállalja fel senki. Szerintem nem is vállalta még senki, hogy nem tudok igazából, aki felvállaltam volna. Hiszen személyesen mondjuk azt, hogy mit okozott benne, mit okozott a személyiségében, mit okozott a mentális egészségében, mit okozott az egészségében. Ez a sport és a teljesítményfokozók használata
által befolyásolt szervezet. Erről lesz most szó. Köszönöm, hogy eljöttél és hogy megosztod velünk. Én köszönöm. Miért kezdtél egyáltalán először edzeni? Ezt jó kérdés, magam sem tudom, középiskola végén. Lehet ezzel akartam igazából felnőtté válni, hogy én edzek és izmosabb leszek, és ezáltal kifelé azt tudom mutatni, hogy én már felnőtt vagyok mondjuk, vagy férfi, de ennek köze sincs hozzá kettőhöz. Nyilván kell egy sportos fizikum, egy egészséges test, egy teljesen olyan megálmodott külső, amit az ember szeretne elérni, de hogyha ezt kevésbé tudatosan kezdi el, vagy kevésbé belülről jön ez az egész dolog, akkor ezzel tudatában kell lennie, hogy mihez vezethet. Akartam egy olyan külsőt, amivel én férfiasabb leszek, vagy azzá válok. De nyilván ez nem az az útja, ez teljesen belülről jön. A magabiztosságot adhat ez a külső, de ez megint egy hamis dolog, mert nem a külsőinktől leszünk magabiztosak, hanem belülről jön ez is. Nyilván a tükörben meg más ember ezt látja környezetünk, és azáltal azt hiszik, hogy mi olyan vagány csávok vagyunk, és olyan hatalmas erővel rendelkezünk, de ne a külső befolyásol, inkább azt mondanám, mert mindenkit a külső befolyásol, de ne az befolyásoljon abból, hogy ti férfiak vagytok, vagy ti mit éreztek belül, az legyen az első számú szempont. Ha edzeni akartok, és ne akarjátok másnak tetszeni, másnak látszani, hanem csak magatoknak legyen egy olyan fizikum, egy olyan külső, ami pont elég. Ne legyen több, ne legyen kevesebb se, de ez ne befolyásol meg pszichésen és mentálisan senkit. Szóval elkezdtem edzeni 2009-ben, nem tudom, hogy miért, de elkezdtem és beleszerettem eléggé. Sajnos egy olyan környezet volt, ahol használtak teljesményfokozókat. Ergo könnyebb utat választották már az én szemembe, és én is azt választottam, sajnos utólag visszagondolva már egy év után, orális szemes szteroidokat, gyógyszereket, amik hatására sokkal hamarabb lettem erősebb, sokkal hamarabb lettem izmosabb. Jobban torzult a belső azáltal, hogy a külsőm nőtt, ezt úgy gondolom utólag, és ez valóban tudja a belsőnket torzítani, tudja a személyiségünket teljesen átformálni. Nem választhatok a könnyebb utat, a nehezebb utat sokkal kifizetődőbb hosszabb távon. Ez rövid távon kifizet, de hosszú távon isszuk meg a levét. A hosszabb, a nehezebb út az, ami kifizetődő, és hosszú távon abból tudtok profitálni, abból tudtok férfivá válni, abból tudtok felnőni. Rengeteg edző, meg rengeteg youtuber, meg versenyző ebből próbál reklámot növelni magának, hogy azt mondja, hogy mennyi kémiát kell tolni, ennyit meg annyit. Ők sem mondanak igazat, a fele hazudik, a fele meg azt tudja, hogy miről beszél. Én épp ezen nem is akarok erről beszélni, pont az ellenkező, hogy ezt ne használjátok. És ha használni szeretnétek, akkor tudjatok róla minden olyan dolgot, ami nem hogy hány milligram, hanem hogy belül mit okoz, és ez nektek nem csak belül, mert ez a fizikális egészség rá fog menni. Tök egyszerű, mondjuk nem fog felni a farkatok, lesznek ilyen problémák, nekem is voltak ilyen problémák, ezek fennállnak, herezsúrodás, stb. Már csak ez, ami a férfiasságotok miatt szerintem kurva szar, és tapasztaltam, úgyhogy ezt jól gondoljátok át, mert annyit nem ér egyáltalán az egész történet. A másik részről pedig belső szervektől kezdve minden olyan dolog károsodik, ami hosszú távon elő fog jönni, és ezért fizetni kell majd. Kicsit úgy hangzott, mintha valaki felvenne egy csomó hitelt, és akkor a hitelből vesz mondjuk házat meg ilyenek, és mutogatja, hogy mennyire gazdag, de közben ő belül tudja, hogy van egy ilyen tartozása, amit majd egyszer ki kell fizetni. Azzal, hogy te fokozatosan egyre izmosabb vagy, egyre jobban távolodsz attól, aki belül van, aki mondjuk nem érezte olyan menőnek vagy magabiztosnak magát. Ezzel a fallal még távolabb kerülsz attól, hogy az igazi ilyen belső éned az ilyen szabad, nyugodt, magabiztos legyen. Itt van ez a maszk, ami egyre jobb, és azt egyre többen dicsérik, és akkor egyre inkább azt érzed, hogy na, akkor ezt kell használni, és nem a belsőt felhozni a férfiasság terén, vagy magabiztosság terén. Igen, ezt erre rá lehet mondani, és tényleg egy hatalmas terhet teszünk így a nyakunkba, a vállunkra, amit akkor nem látunk, és nem tudunk, vagy egy hitelt veszünk fel, amit később egy összegbe kell rendezni. Nem lehet ezt törleszteni, ha mondta, hogy most egy picikét az egészséggel foglalkozok, most egy picikét prevencióval foglalkozok. Van, akinek rövid távon is kijön, sőt, van, aki egy kúra után már tapasztalja azt, hogy mondjuk nem áll fel a farka, vagy éppen kiúlik az összes haja, vagy éppen az összes izülete fáj, rengeteg olyan dolgot tud okozni ez az egész, ami nem jó. De hosszú távon még nagyobb lefolyás annak az egész dolognak. És ő hiába támogatja ezt az orvostudomány is, hogy itt igazából gyógyszerek használatával meg lehet előzni az öregedési folyamatokat. Szerintem ez nem természetes egyáltalán. Az embernek meg kell öregednie. Nyilván tudod fokozni a tesztoszteront, tudod ezt azt gyorsítani, de hogyha ezt meg azt feljebb viszed, akkor te valahol máshol fizetni fogsz érte. Szerintem azt nem éri meg kifizetni egy-két évért, hogy te később 10 évet eldobjál mondjuk, amikor lesz egy családod és ott lehetni a gyerekeddel, de már nem leszel ott, mert nem működik a veséd, vagy a májad, vagy bár akár a szíved, mert az nagyon is a szívre is kihat. Szóval tényleg ez a hitel, ez hatalmas nagy hitel, amit lehet, nem is lehet visszatörleszteni csak azzal, hogyha az életünkkel fizetünk, mert rengetegen fizetnek már azért komoly testépítők is, vagy éppen komolytalanok, akik belemennek ebbe ész nélkül,
Én azt szeretném, hogy nem menjetek bele észterükül, hanem mindenki legyen tudatos már azzal kapcsolatban, hogy ezek mivel járnak, milyen kockázatokkal járnak, és ne válaszoljatok még egyszer a könnyebb utat, hanem szépen az alapoktól kezdve, az erőfejlesztéstől, a légzéstől, a saját magatokról, a kiismerésétől. Egy csomóan azért kezdnek mondjuk edzeni, mert éppen hogy csajozni akarnak, meg jó szexelni akarnak, és akkor jó testük lesz, majd oda kerülnek, aztán pedig nem tudják használni a jó testüket. Tehát akkor mi értelme volt? Hát ez az, mi értelme volt? Ezt mindenki kérdezze magától, aki már járt így, mi értelme volt ezt csinálni? Szerintem semmi, egy önbecsapás az egész, az ember valamilyen szinte magának hazudik, magát csapja be azzal, akit teremt, akit azt hitte, hogy ez a külsőség fog nagyobbá emelni. A versenysport nyilván más, de ott is vannak olyan versenyszövetségek, ahol lehet versenyezni dopingszer nélkül is. Igazából ott is versenyeznek dopingszerekkel, de ez mindenkinek a saját lelke becsületén szárad, meg múlik, hogy ott használ, nem használ. A lényeg az, hogy nem szükséges használni ezeket, el lehet érni az eredményeket úgy is, ahogy az embernek ez természetes lenne, és úgy fejleszti magát, hogy tényleg az alapoktól kezdve az erő növeléssel kezdi, erőfejlesztéssel kezdi, ahogy te is csináld, és hogy ti is csináljátok, és sokkal az a baj, a testépítés teljesen csak a testről szól, amire rájöttem, és valóban engem is ez a testnek a börtönébe zár, a tapasztalatra ezt igazából, hogy milyenek a testépítők ezen a téren. Tudatlanok, tisztelt a kivételnek, ott tudod mondjuk egy gyerekkori éne mondjuk elbújni egy ilyen nagy külső mögött. Rengeteg ilyen ember van igazából most is, a világban nem dolgozza meg magában ezt a gyerekkori traumákat, bárkit bármiért mondjuk megverték kiskorában, nem fogadták el kiskorában, és bebúj egy olyan külső mögé, ami megvédi. Ez a legelső megnyilvánulásom ezzel a témával kapcsolatban, és egy kicsit nehéz is, de szerettem volna már erről beszélni, írni, de így most sokkal egyszerűbb, hogy te erre megkértél, és ezt a témát hoztuk fel, de most remélem, hogy sokatok felébred, vagy ráébred arra, hogy ezzel dolgozni kellene egy kicsikét, és jobban rálátni a saját működésedekre, a saját lelki egyensúlytokra, a saját külsőtökkel való viszonyba. Lehettek saját magatok, az lesz a leghosszabb és a legnehezebb is, de a legigazibb, amit tehettek. És ismerősöknek, barátoknak beszéltél már mostanában erről, vagy még annyira se, tehát, hogy így mondjuk egy-egy embernek? Mindenkinek nem, egy-két ember tud erről. És most, hogy támogat, nem is érdekel az, hogy most ki mit szól az egész témához. Igazából én sem tudom, miért beszélek erről, de valamiért kell erről beszélnem, mert nagyon sokan tévednek rossz útra, és nagyon sokan tudatlanok ebbe a világba. Csak azt látják, hogy mennyit használ meg az, hogy néz ki, és mit kell az használni, mint ugyanis láttam régen. De nekem nem mondta senki, hogy ezt miért ne használd, ez mivel jár, stb. Ugye épp testben, épp lélek, szóval a testünk nem egészséges azáltal, hogy mondjuk nem természetes úton van fokozva, nem természetes úton van megerősebb, de megizmosodva. Mintha visszafizetted ezt a hitelt, hogy kicsit helyrehoztad azt a kárt, amit okoztál mondjuk nem tudom hány év alatt. Látod itt magad előtt, hogy ez mennyi idő alatt lesz kész? Szerintem ez hosszabb út sokkal, hogy az ember egy ilyen kárt, egy ilyen hitelt visszafizessen, egy ilyen hitelt letörleszen saját magával szembe. Azt szerintem soha nem fog véget érni az egészségünket, mindig fent kell tartani, minden nap kell a mentális egészségünkkel is foglalkozni, akár a testi egészségünkkel is foglalkozni. És akkor ezek szerint te mondjuk egyik ilyen legeslegjobb formádnál se érezted azt olyan teljesen büszkén, hogy na most én legjobb vagyok a világon, vagy ez a legjobb test, vagy... Igen, ez egy kemény dolog, mindenki mondja ezt, hogy ha óriási sikereket értem el, meg hogy milyen büszkeltek magamra, de egyszerűen a büszkeségérzés sose volt meg bennem. És ott állhattam fent a színpad felső fokán, se éreztem azt, hogy itt vagyok most, és tök jó minden, büszke vagyok rá, hanem oké, ezt megcsináltam, és ennyi. Nem igazán éreztem magaménak azt az egészet. Hogyha ezt újra kezdhetném, akkor nem választanám a könnyebb utat. Inkább úgy mondanám, hanem teljesen elmennék a határaim még. Ebben a sportban is, az életben is, és más síkon is fejleszteném magam. Nem csak a test síkján, hanem abszolút mentálisan is, és lelkileg is fejleszteném magam. Könyveket olvasnék, és még egyszer nem a dopingszerek használatáról, hanem sokkal több és sokkal értelmesebb könyvek vannak. Mindig a fejedben lesz, hogy néztél ki a színpad tetején, és akkor, hogy tudom, belenézel a tükörbe, hát nem leszel akkora, meg lehet nem leszel száraz, stb. Tehát ilyen objektív dolgok ott lesznek, hogy tudsz-e majd vajon büszke lenni, vagy mindig azzal fogod összehasonlítani, ami a legjobb forma volt valaha. Ez már rég nincs a fejemben, a legjobb forma. Mindig visszaemlékezek. Ott van egy Instagramon, és van egy ilyen
Throwback Thursday-es nevű hashtag visszaemlékező csütörtök, és mindig ezeket osztottam meg, amikor nem volt már kedvem megosztani mást, mindig visszaemlékeztem, mert ez tök jó volt, az emberek ezen azonosultak, hogy milyen jó fizikumom volt. Szerintem részben nem azért lett úgy ennyi ember követőm, nem azért lett úgy ennyi versenyzőm, akik barátom, ismerősöm, tök mindegy, akik ezt a fizikumot nézték, hanem azt, hogy mögötte is van. És hogy mögötte van, az számít mindenkiben. Nem a fizikumotok fog titeket befakít, az befolyásol, az egy téves út, az egy hamis dolog. Nézegessünk azok közül, amiket kérdeztek, meg közben is, hogyha bármikor eszedbe jut más, akkor hogy hozzáködheted nyugodtan. Kiírtam, hogy lehet kérdezni bármit, egyébként azt nagyon szépen köszönöm, hogy a legtöbb ember teljesen kulturáltan és normálisan kérdezett, és az ő kommentjeik lesznek beolvasva, nem a keveseké, akik nem így tettek. Hála Istennek, hogy így vannak, ilyen emberek vannak a társaságodban, amit engem inspirál, hogy ilyen emberek találnak meg téged, és mondjuk egy gyúrós társaságban nem akarok bántani senkit, de mindenkinek nyilván erről van egy sztereotípiája, hogy milyenek a gyúrósok, most ezt nem mondom ki, mindenki nézze magába, és mindenki nézze mondjuk meg a környezetét, hogy milyen emberek veszik körül, de téged szerintem mind tanult emberek vesznek körül, és mind tudatos emberek vesznek körül. Valakit 2 év alatt megölnek a szövődmények, és akkor hogyan vállaltad ezt a kockázatot? Vagy nem is tudtad ezt a kockázatot? Hát pontosan ezt mondom, hogy sokan ezt nem tudják az egész kockázatát, hogy én sem tudtam a kockázatot ennek, hogy bármilyen szövődménye lehet. Nyilván mondták, hogy ez így, meg úgy, meg káros, meg erre, meg arra. Nem foglalkozik oda a hülye gyerek, mert nem lát mögé, és nem érdekli az, hogy mi lesz 2 év múlva, hanem hogy ő úgy akar kinézni, amit én nem vettem figyelembe, és nem is volt ilyenről olyan ember, mint én most nektek, aki mondjuk erre felhívja a figyelmet. Elég elkerültem egy terembe, ott már nyilván használtak dopingszereket, erősebbek voltak, még nagyobbak voltak, szóval a környezetünk az nagyon is befolyásol. Mert olyan környezetben vagyunk, ahol mondjuk mindenki használja, támogat abba, hogy használjuk, de nem mondja azt, hogy ez mivel jár, és lehet 5 emberből 4 túléli, lehet 1 meghal, és akkor ezt kinek a lelkén fog múlni, azt már nem tudom. De a lényeg az, hogy az én környezetemben akkor már úgy használtak dolgokat, és erősebbek voltak, és én is olyan erős akartam lenni. Főleg azt a kérdést kéne egy olyan embernek feltennie magában, hogyha mondjuk ilyen helyzetbe kerül, mint te, hogy akár ott vannak körülötte, és én mondjuk úgymond nem olyan nehezen elérhető ez, hogy ő is kipróbálhatja, hogy miért szeretne mondjuk most azonnal mindenkinél erősebb lenni, vagy mindenkinél jobb lenni? Mert magával nincs megelégedve, ez az önbizalma nincs meg, és pont ezért is mondtam, hogy mondjuk nem volt akkor önbizalmam. És lehet most sincs még annyi, hogy mondjuk tudjak olyan dolgokat csinálni, mint mondjuk egy nálam fiatalabb, vagy egy teljesen más gondolkodású ember. Nekem most ez egy nagy önbizalmat ad, hogy ezt tudom vállalni nektek, és ez a videó ki fog kerülni. Ez kicsit olyan, hogy ez egy ilyen előretolt, ilyen védelmi vonal, igen. A test. Igen. Mert ezt látja mindenki, nyilván ebből indul ki. Meg az mondjuk egy ilyen kezdő is azt már így hozzá is gondolhatja, vagy hozzá társíthatja, hogy ott van az a nagyon izmos és nagyon erős csávó, akkor ő biztos, hogy nem biztos csak, hogy jó jól néz ki, az is lehet, hogy igen, biztos jó edző, de nem csak, hogy jól néz ki, meg hogy erős, hanem biztos, maga biztos is. Tehát már az hozzá társítja, ami hiányzik neki. Mert biztos sikeres a csajoknál. Tehát, ja, nagyon sok. Ilyen sztereotípi típja, hogy tényleg az ember azért akar gyúrni is, hogy jobban csajozik, és én azt mondom meg most így már ennyi idősen, meg ennyi év után, én tapasztalta, hogy ez nem ezen fog múlni, és nem a külső határozza meg az embernek se a tudását, se az önbizalmát, se a jellemét, hanem egy sokkal olyan dolog, ami belülről jön, és sokkal mélyebb az egészbe. De hát ezt az emberek nagyon is rosszul nézik, és rosszul látják, pedig csak be kell csukják a szemüket, és érezzenek, de nem éreznek, csak látnak is. Abból szűrik le a dolgokat. Így befelé kell figyelni, nem csak mindig mondja kifelé. Mondja ezt mindenki, befelé kell figyelni, de én is tudtam ezt, hogy befelé figyel az ember. Kurva nehéz, hogy befelé figyelni. Hát igen, nem véletlenül megy mindenki mondjuk hogy az elterelés irányába, hogy gyorsan itt TikTok videók, meg játék, meg minden más, csak egy pillanatra csendben ne kelljen maradni. Igen, minden pillanatnyi örömet tényleg az ember unatkozik én, és hogyha van egy kis időm, nehezen állok bele egy tudatosságfejlesztésbe, akár egy meditáció, akár egy olvasásba, hanem inkább már olyan dolgot csinálok, ami pillanatnyilag örömet szerez, vagy éppen elveszi a fókuszt magamról, a csendességről, a tisztában látásról, az egésznek a mélységéről, hanem valami gyors kis, vagy akár esznek sokan, ja. Vagy olyan dolgot csináltok, ami tényleg így kizökkent. Egyébként tök jó, hogy ilyen párbeszéd is kialakult itt, tehát volt, aki válaszolt. Azt láttam, hogy egymásnak, igen, tehát előbújtak olyanok, akik valószínűleg hogy használnak, de értelmesen válaszoltak. Nem azt könnyű beismerni, hogy valaki használt valamit, hanem azt, hogy ez milyen dolgokkal járt utána. Mindenki elmondja, hogy használt, vagy éppen fel se vállal, hogy használt valamit, közben meg használ mindenki olyan dolgokat, amik már évek óta mondjuk benne vannak, de inkább azt nehéz felvállalni, amiket okozott ez tényleg belőle az emberbe is. És arra nehéz rájönni, rálátni.
és nem azzal segítünk, hogy most ne használj csak 100 mg-ot, mert az a legészségesebb leszel, ne használj csak ezt, mert az a leggyengébb szteroid. Nem, inkább azt osszátok meg, ami mögötte van, amit ti tapasztaltatok már azután, amíg nem használtok, de használtatok ilyet is, és mit okozott bennetek is. Még az jutott erről eszembe, hogyha valaki mondjuk így az üzletébe be akar vonni másokat, akkor elmondja a legjobb sikereit, hogy jó, mennyit keresett meg, fú, mennyi emberem van már, de azt persze nem mondja el, hogy nem tudom, 3 hónapja teljesen ideges, meg nagy csomó dolgozik rajta, meg igazából nem megy mindig annyira, most a legjobb hónapnak a díját megmutatja, de a legszarabbat nem. És akkor ugyanez jut eszembe erről, hogy majd ilyen izmos, ilyen erős leszel, de nyilván az árnyoldalát azt nem fogja reklámozni, mert akkor az szembenézés lenne, meg nem lenne olyan népszerű. Például a részedről az elég bátor, hogy úgymond így kiállsz ezzel. Lehet, hogy valaki haragudni is fog rád, hogy miért csinálsz ilyet. Ezt vállalom tényleg, és erre büszke vagyok, hogy most ezt tudom így vállalni, és ez a későbbiekben is ezt utat szeretném járni, és efelé szeretnék még jobban menni. Plusz a másik része az is, hogy nem igazán szeretnék foglalkozni olyan versenyzők, olyan sportolók, akik ezt utat választották, vagy ezt az utat válasszák annak érdekében, hogy ők nagyobbak legyenek, vagy erősebbek, vagy én nem fogok senkiért felelősséget vállalni, se egy tanáccsal, se egy vérképelemzéssel, se semmilyen dologgal, ami az egy nem értek úgy, mint egy orvos, kettő nem támogatom, három az én példámból adódóan sem szeretném, hogy ebbe benne legyen az ember sem, de ez már az ő dolga, én csak magamat akarom azáltal elhatárolni az ilyen emberek elől, menni olyan emberek felé, akik sokkal többet adhatnak mondjuk nekem belülről is, akik jobban ismerik a saját belsőjüket, és nem választanak egy ilyen dolgot, mert tudják, hogy többet érnek, mint akár te is. Sokan nem ismernek téged, de én tényleg így úgymond szeretlek tényleg, hogy egy ilyen ember vagy, és egy ilyen dolgot képviselsz, meg aki vagy. Az ilyen emberek többet jelentenek sokszor számára, mint egy hatalmas sportoló, egy nagyobb fizikumú ember, de ez kellett egy jó pár év, mire rájövök, hogy tényleg nem a külső számít, hanem igazán a belső, meg az, ami mögötte van az emberek mögött. Persze lehet egy hatalmas fizikum, egy Arnold Schwarzenegger mögött is nagyon-nagyon sok dolog, de neki is nyilván ki kellett, hogy formáljon az egész hosszú évek során, de a hosszú éveket meg tudjuk előzni, hogy először azzal foglalkozunk, hogy kiformáljuk, megismerjük saját magunkat, és utána építsünk el egy olyan fizikumot, egy olyan sportot választva, amivel tudunk fejlődni. Nem csak testileg, hanem tényleg belül is. Ezt meg is válaszoltad, mert kérdezted, hogy nem érzi a csalásnak. Hát valóban mindenki használ szereket. Mondhatnám, hogy nem mindegy, hogy mennyit van, aki 50, van, aki csak fele annyit. Tök mindegy, használtok szereket, úgyhogy egyik sem egy olyan nagyon jó dolog, ez csak egy kifogás, egy mentegeszőzés az ellen, hogy ezt lehet csinálni egészségesen is. Nem lehet egészségesen csinálni szerintem, mert egy versenysporton, ha használsz teljesítményfokozókat, ez tényleg kihat olyan dolgokra, amit oké, hogy elmész vérképet, oké, hogy megnézed azt, hogy neked most milyen a szíved, de ott a mentális dolgokkal is kéne foglalkozni, amik szerintem elég sok mindenkinek eltorzulnak, elmennek rossz irányba. Ezt pedig nem tudod mérni se, hogy oké, eljársz pszichológushoz is, de azt kevesen teszik meg így sportolók és olyan emberek, akik nem tudatosak és használnak valami gyógyszert. Utólag már lehet, de ott közben kéne már elkezdeni, vagy éppen el se kezdeni azt, ami eltorzítja a személyiségünket. Tudod, mondta egy havarom, hogy neki így eltorz a személyisége, nekem is voltak ilyenek, tényleg hatalmas hullám vagy, mert tudja az ember csapni magát hormonálisan, mert ezek a gyógyszerek nagyon is hormonálisan hatnak, a hormonok pedig pszichésen hatnak. Az emberek nem is látják magukat akkor kívülről, hogy mit csinálnak, hogy milyen dolgok vannak benne. Sokszor ijesztő visszagondolni dolgokra, itt nem hoznék fel semmit se példának, akik ezt fogják nézni és tapasztaltak ilyen dolgokat, azok jól fogják tudni belül, hogy mik voltak ezek. Van neked olyan emléked, mintha nem is te lennél az, aki, vagy ahogy is elgettél? Igen, pontosan ez igen, és ez is egy, mert ezek a szerek és ezek a hormonális ingadozások, stb. Befolyásolások okoznak olyan pszichés dolgokat, amivel az ember nagyon ösztönösen tud cselekedni, szinte átot csinál magából, ezáltal nem gondolkodik. És tesz olyan dolgot, amelyekkel másokat megbánt, kihasznál, nyerészkedik rajta. Itt vannak, így peregnek le a számok előttem, hogy nők mennyit használnak, férfiak mennyit használnak, te mennyit használsz, az mennyit használ. Van, akinek elég egy szem, van, akinek elég 10 szem. Ez az egészségünk, ez a szervezetünkön múlik igazából, nem a genetikán, hanem azon, hogy az embernek a sejtjei milyen szinten vannak lemérgezve, milyen szinten vannak gyulladásba. Van, akinek felszívódik mondjuk egy kapszul, van, akinek 5 kapszul sem szívódik fel, mert annyira van leterhelve az emésztőrendszere. Nem foglalkozik ezzel senki, mert nem tudja, oké, beszedek még 5-öt, az 5 pedig már többlet lesz, szóval vagy kihúgyozod, vagy pedig lerakódik valahol a szerveiden belül, éppen az epédet szétbombázva, vagy éppen olyan másik szerved, amire nincsen szüksége. De van olyan versenyzőm, aki,
aki mondjuk feláll, sőt vannak mások is Magyarországon is, máshol is, akik tényleg naturálok és felállnak olyan emberek mellé, akik használnak bizonyos mennyiségű doppingszereket, és ott is nyernek. De az, hogy ezt mérni, még a naturál versenyeken sem tudják mérni, mert most is láttam egy ilyen dolgot Nyíregyházán, ami nagyon elszomorított, főleg így, hogy ebben az egészséges életben vagy úton vagyok rajta, hogy egyszerűen feláll az ember, és látszik, hogy a doppingszert használ, és el is hiszi magáról, hogy nem használ, és még hirdeti magát, és olyan szalul érintett, hogy még el is írtam magam most, ez komolyan, mert egyszerűen nem értem az emberek, hogy képesek becsapni a másikat, hogy képesek saját magukat becsapni ennyire, hogy feláll úgy a színpadra, hogy versenyzik, és doppingszert használ. Ez tényleg, ez nagyon-nagyon rossz dolog így. Kérdezték, hogy mi a véleményed azokról, akik kifejezetten azt mondják, hogy nem csak, hogy ugye hallgatnak róla, vagy nem mondanak semmit, hanem azt mondják, hogy nem, és én naturál vagyok, és meg igen. Gyere hozzám edzeni, meg vedd meg a programomat, vagy vedd meg a tápkéget. Ez már kifejezetten szerintem csalás. Ez nagyon egy csalás, igen. Ez tényleg csalás, és nem is tudtam ennek. Szerettem volna erről is írni egy posztot, vagy bármit, de mostanában nem jön annyira az ihlet, meg nem akarok itt posztogatni. De most, ha ezt halljátok és látjátok, akkor nézzetek magatokba, és gondolkodjatok azon, hogy aki használt ilyen szert, és úgy állt fel olyan színpadra, ahol naturálok voltak, azzal becsapott mindenkit, saját magát is, csalt is, és a szememben egy nem sportol, nem egy ember igazából, mert ilyet nem csinál egy normális ember. És ennek tudatában van, mert tudja azt, hogy mit használ, hát mert így. Még okos is, mert hú, akkor ez kiürül, meg így, meg úgy, meg azzal megjátszák. De ember, gondolkozz már tényleg ezen az egész dolgon. Napi pont volt egy ilyen, hogy miért francért kell hazudozni olyannak, aki használja, hogy még pedig ő naturálnak, pont ezt beszéltük most. Azt nem értem én, és azzal beszélgetnék szívesen. Voltál-e már pszichológusnál? Voltam, igen, voltam. És ráébred az ember, hogy mi az, amivel dolgoznia kéne, és a saját magával kell dolgoznia. Csak azt tudom mondani, hogy ez jó dolog, hogy az ember elmegy pszichológushoz, vagy bármilyen pszichoterápiára, vagy foglalkozik magával, foglalkozik önfejlesztéssel, mert akkor rálátóbb lesz az egész életére is azzal, hogy mit szeretne, mit nem szeretne, mi jó neki, mi nem jó neki. És mikor mentél el egyébként? Mostanában, vagy már egy kicsit korábban? Hát korábban kellett volna elmennem, de nem ismertem magam annyira, hogy el kell menjek, mert nyilván az egónk, meg bármilyen a környezetünk, akármi nem mondja azt, hogy te nem vagy, nincs semmi bajod, meg jó vagy így, meg stb. Úgyhogy az a legelső, hogy ne feljetek meg senkinek, hanem magatoknak legyen. Az a legelső, magatokkal szembe lehetek. Tisztában és magatok ne feleljetek meg. Az aktuális kormányban lát-e valakit, akiről feltételezi, hogy használ ilyen szereket? Aktuális kormányban? Igen, a magyar kormányban. Szerintem mindenki használ ilyen szereket. De hogy milyeneket, azt nem mondom ki. Mondtad, volt nekem is egy válműtétem, ahol lett egy tájog az egyik ilyen injekciós történet után, ami nyilván okozott benne egy hatalmas lyukat, ami ott van benne. Ez fizikálisan is van, akit már az első beadás után is mondjuk befolyásol, az a begyullad a válla, begyullad az injekciónak a helye. De a lényeg az, hogy valaki mondjuk 5 év után se érez semmilyen fizikális hatást, pedig vannak hatásai, de sokkal inkább a mentális és pszichés hatások azok, amik az ember tudatára hatnak, és azáltal, hogy a fizikuma mondjuk javul, mentális és pszichikai egészsége szerintem annál jobban csökken. Mert mekkora karja, megint egy ilyen nagyon ilyen buta és primitív dolog szerintem. Nyilván ezt látja az ember, de a legelső ilyen szteroidnál nekem is így volt, amit szemeset szedtem, ami száján átszedető szteroid, orál szteroid, amik elég hamar fejtik a társukat, 2-3 hét után is már látszatját kellett, hogy mondjuk egy 2 centit tud nőni akarod. Aztán. Igen, tényleg, és ez hatalmas motivációt tud adni, hogy most fejlődtem, és ez az, és még több kell, még nagyobb kart akarsz. GTA-ban, amikor beírod a cheat kódot, és írtál minden sokkal gyorsabb, sokkal hát jobb. Kávén, igen, minden felgyorsul, ja, meg kell edzeni kell mellé keményen. Tehát nyilván motiváltabb leszel, mert edzettem, bedurantam, még nagyobb lettem, még jobb motiváció, még keményben tudsz edzeni. De egy kicsit így önmagát is pörgeti, hogy akkor lehet, hogy még többet veszek be, mert még gyorsabban fogok fejlődni, hát és még jobban érzem magam. Igen, sok ember beeskik be a hibába, hogy most nem fejlődtem ezzel az 5 szemmel, beszélek akkor 10 szemet. Vagy éppen 2 injekcióval se fejlődtem, vagy megállt a fejlődés, semmi. Stagnálok már, de már tele van az ember melyik hatásokkal, nem is érzi, és akkor bead mondjuk még 2-t. Vagy éppen mondjuk fáj ízülete, és akkor arra beszúrok ezt meg azt, és akkor nem fáj már az ízülete, ott lehet elmúlik, mert vizesebb lesz, vagy éppen kenés lesz rajta, és terheli még több súlya azáltal, utána kiürül, vagy éppen nem használ, akkor még jobban fog az ízülete neki fájni, vagy éppen tönkre bassz az egész anya részét. Szóval itt is az alapoktól kéne mindent helyrehozni, és testtudatot ébreszteni, hogy tudja használni a testét, és úgy tudja használni egy húzózkodásba egy fekvőtámaszba, vagy egy, hát most mondanám a hidat, azt tudják, mik a testépítőknek, hogy mire jó a híd az embernek. A testépítés is, odébb raknék mindent, mert szóval lenne egy testtudat az egészben, hogyha elkezdünk edzeni, előtte pedig egy olyan tudat, ami
ami belül van, ami mentális tudatunkat fejleszti, aztán a testtudatot megtanulni, abból hogy kell használni a testünket, ahol mire van a gerinc, hogy néz ki a gerinc, hogy tudjuk azt a tartását megőrizni, megóvni, erősíteni, és aztán szépen arra kezdeni el majd izmot pakolni, egészségesek tudunk maradni egy 10-20 kilózommal is pluszban. Én most ugyanezt csináltam, nyilván már eltelt akárhány év, és vissza kell menjek az alapokhoz, és tényleg a gerincemet, már az egészségemet valahogy visszahozni, visszahúzolozni, minden olyan tartást, olyan mozgás technikát, olyan alapokhoz visszamenni, amikkel kellett volna, hogy kezdjem a legelején. Olyan, mint hogyha a házépítést a tetővel kezdenék, nem az alapokat. Láptoló, nem tudom hány száz kilóval, és nem tud guggolni se. Abszolút. Szóval alapoktól kéne mindent kezdeni, csak ezeket hagyják ki sokan. De az alap már egy helyes testtartás, a saját testének a nevelése, a használata lenne egy alapja mindennek, csak ezeket már mindenki át akar ugrani. Ahogy mondjuk én is át akartam ugrani, mert nem is voltam ezzel képbe akkor, hogy ilyenek vannak. Ezért érdemes egy olyan sportot választani, olyan edzőt, olyan szakembert, aki ezek itt kezd az egészet, nem pedig ott, hogy akkor fú, most egyből bicepszezzünk ott, meg egyből guggoljunk, meg nyomjunk fekve, holott még azt sem tudod, hogy az egész tested igazából hogy néz ki, neki, hogy mire van. Van, akinek abszolút az egész tartása sem jó arra, hogy elkezdjen izmot pakolni magára. Igen. Persze mindenki azt is megkérdezi, hogy mikor akarok versenyezni, majd később biztos versenyezni fogsz. Nem látok erre esélyt most. Lényeg az, hogy nem akarok egyik testépítésen megsérteni, meg senkit lenézni, hogy ezt csináljam, mert ez tényleg egy komoly sport és komoly dolgokkal jár, csak lehetek arra rálátóak, hogy nem csak a testből áll az egész építés, hanem ott mentálisan is kell építeni. Mentálisan, hogyha ki tudtok tartani valami mellett, tudtok határokat húzni, tudtok mértéket tartani valami mellett, tudtok nemet mondani, az mind a tudatból fog jönni, és a lelketekből. És ha az nincs rendben, akkor igazából ott mindenfelé tudtok menni, csak arra nem, amerre nektek jó lenne. Na itt még van egy, hogy nem naturál testépítők is használnak kreatint? Hát a kreatin az egy hatalmas koksz amúgy, az tiltó listás koksz. Igen? Dehogy is nem. A kreatin azt mindenki használ, persze, ez nincs tiltva, az egy természetes dolog igazából, az megvan a húsokban is. De hogy így van-e értelme, hogyha már valaki kokszol, hogy még kreatint is? De hogy még hogy úgy? Ez egy nem naturálnak is. Abszolút van, igen. Uh-huh. Van. Kreatint is ugyanúgy még be tudja a testet még építeni, fel tudja használni plusz energiaként, plusz az által is az izmokat is tudja még növelni. Nyilván bizonyos koksz, egy teszteszem, amit bead az ember, a legalapomat nézve az nem is igazából az izmokat táplálja, nem azokat növeli, hanem igazából csak erőt fokozza, és azáltal, hogy erősebb vagy, azáltal több súlyt tudsz használni, mert nyilván az ott vezet, hogy több kórát tudsz beépíteni, több fejrit tudsz beépíteni. Szépen lassan izmosabb leszel. Szóval itt is az erőt fokozza minden. És nátok van, aki használ egy doppingszert, vagy úgy abban a közegben, ahol te vagy? Nem igazán. Vagy csak nem vállalják fel. Én nem tudok róla. Az elég mondjuk. Szerintem az így az elejétől kezdve nagyjából végig én olyan körbe voltam, aki már alapból úgy kezdett hozzá, hogy én biztos, hogy nem soha, és nem baj, hogy ez a nehezebb út, meg ez a hosszabb. Az egészség az első, hogyha az egészséggel kezdünk el sportolni, akkor minek kezdjünk el kokszolni? Hát akkor nem az egészség irányába megyünk. Hát inkább az egészség a fontosabb, mint a teljesítmény vagy a külső. És akkor, hogyha az egészség rendben van, akkor javíthatjuk a külsőt is, meg a teljesítményt is. Lehet, hogy nem lesz olyan látványos vagy eredményes, de akkor is az egészség az első, meg az, hogy meg hosszú távon, igen, ezt fent tud tartani. 20-30 év múlva is tudjak mozogni, vagy akár futkározni, hogyha már lesznek unokáim. Hát így kéne gondolkodni igazán mindenkinek, csak erre a mai világ szerintem nem annyira képes, nem annyira tudatos, hogy így gondolja az egészségért. Egészség tudatos legyen, álljátok meg egy kicsit, nézzetek körbe, hogy nektek most hol vagytok, mit csináltok, dolgoztok folyamatosan, edzetek folyamatosan, nem vagytok benne jelen az egészbe, csak el akartok élni egy külsőt, ami teljesen más irányba vezet. Olyankor kell megállni és a tükörrel szembenézni és megnézni azt, hogy hol vagytok, mit értetek el, mit csináltok, milyen doppingszert használtok, milyen dolgokat tesztek, ami káros igazából az egészségre, és ott kell egy hatalmas egy nemet mondani, és ott kell hatalmas egy felelősséget vállalni magatokért, és akkor fogtok szerintem felnőni, akkor fogtok tényleg magabiztosak lenni mindenbe, hogyha mertek egy ekkorát tenni magatokért, mert ez rólatok szól igazából, és igazából rólunk is van, aki egy ilyet megtesz, és ilyet, ilyen felelősséget vállal, és ezt megteszi, az a körzetét is szerintem jobb irányba fogja terelni. Nem a rosszabb út felé, és nem a könnyebb út felé, hanem egy nehezebb, de sokkal jobb és igazibb élet és út felé. Bátorítva. Ja. Szép. Köszönöm. Én is köszönöm szépen, hogy megosztottad ezt. Ez egyébként valószínűleg nem volt olyan egyszerű, meg könnyű, de pont ezért ez még nagyobb
bátorságról tesz tanúk bizonyságot, hogy mertél beszélni róla. Meg ez nem feltétlenül lesz népszerű mindenki körében, és lehetséges, hogy olyan mondjuk haverokat majd elvesztesz, akik nem ilyen igazi barátok. Igen, az életemnek most ez a szakasz, ez eléggé sok olyan felismerést is magával hoz, akik így barátok, társaságok, környezetem, akik nem abba támogattak, aki mondjuk én voltam, hanem akit láttak kívülről. Uh-huh. És nem tudtak mondjuk azonosulni, azon belül van. És nem is tudtam, hogy tudok erről beszélgetni. Nem is akartam erről beszélni, de nem is tudtam úgy megérteni magamat velük, ahogy mondjuk én ezt érezném. Az a nehéz, ember változzon mindig, szerintem a változás maga, ami folyamatos, és az ember nehezen tud változtatni, mert fél, mert inkább jobb neki a komfortos helyen lenni, inkább jobb neki beadni valamit, és akkor fúgozzal most megint jót tett. De nem, szerintem az a nehézebb az egészben, hogy változzon, és tudja nemet mondani, tudja lerakni mondjuk a tűt is, mert van, aki mondjuk én is voltam, így szerintem ennek az egésznek függévé tud válni az ember, hogy már szúrja magát, és az pedig nem természetes. Hát igen. És most itt visszajöttünk a természetesség felé, és az is szépen egy ilyen igen. kis növény. Sokkal többet ér szerintem az embernek, hogy természetesen tud élni, és egészséges marad. Ami hosszú távon fog tényleg kifizetődni és megtérülni. Rövid távon hatalmas sikereket lehet elérni, és tényleg jók, meg jó a csillogása minden, de ott nem marad szerintem maga mellett se egy ember, se egy igaz barát, se egy igaz társ. Szerintem és saját maga sem marad mellette egy ilyen sikerek és ilyen élet mellett. És ez a baj, mert magától távolodik el egy ilyen úton, és utána nehéz magát megtalálnia. Ezt sokan nem értik meg, és sokan azt hiszik, az ember ilyenkor meg van hűlve, vagy valamilyen dolgot csinál, ami rossz. De igazából ez lenne mindenkinek a saját magának az útja, és ez lenne a feladata, nem pedig hamis sikereket kergetve elérni egy olyan dolgot, ami nem ő, és nem az az út, ami tényleg boldoggá teszi, vagy tényleg azzá teszi, aki valójában lehetne. Ezt te hogy látod? Én teljesen egyetértek veled. Akkor. Örülök, hogy erre az útra tértél. Egyébként az az érdekes, hogy én úgymond előtte is láttam benned valamit, mert nagyon láttam, hogy nagyon ki vagy gyúrva, meg testépítő, és akkor valószínűleg nem ugyanaz a filozófiánk, de nekem a neten keresztül is átjött, hogy de milyen jó faszacsávó vagy, meg ilyen kedves ember. Tehát nem ez a... Köszönöm. Nem ez a... Gyúrunk! Nem, hogy több réteg is van mögötted. Tehát van, nem igen, csak itt rápakoltam itt a rétegeket kívülről. De ez tényleg átszűrődött. Volt egy olyan, volt több olyan példa is, hogy volt, aki azt mondta, azért nem lehet oda hozzám jönni, köszönni, vagy fényképezkedni, vagy csak megszólítani, mert megijedt tőlem, hogy félt a külsőmtől. De igazából nem tudom, most te is mondtad ezt, hogy belülről érezhető volt az, hogy kedves vagyok, és a földön maradtam, és tudok azonosulni bármelyik embernek a nehézségével, és bármelyik embert segítem az olyan úton, amilyen ő szeretne járni, vagy amilyen én jártam. Ezt érezték, és oda mertek hozzám jönni, viszont volt olyan, aki nem mert hozzám oda jönni, és félt.